Üdvözlök mindenkit, Bisz vagyok, és folytatjuk tovább az MSMC-vel, és ez egy nagyon rövid videó lesz, ugyanis nincs rossz tulajdonsága a fegyvernek. Igazából csak két darab rosszabb tulajdonságát tudnám felsorolni, de ez is nagyon könnyen kiküszöbölhető azzal, hogy célzunk. Tehát ilyen egyszerű az az egész, és tényleg annyi jó tulajdonsága van, hogy bőven kompenzálja azt a két, tényleg egy picivel rosszabb tulajdonságát. Igazából ez a két tulajdonság a fire rate-je, illetve az alacsony tárkapacitása. Tehát igazából, ha valaki tud célozni, akkor ez is ki van küszöbölve, és egy nagyon-nagyon remek fegyver, de tényleg nagyon lehet vele aratni, majd láthatjátok a gameplaybe. És még azt is megjegyezném, hogy az összes kódban van egy tipikusan erős submachine gun, amely olyan fal átlövési képességekkel bír, mint amely az assaultoknak van. Az összes eddigi kódban volt mondjuk a kis AK, avagy az MP5, ki hogy tetszik, tehát melyik kódot veszi alapul. Ebbe a játékba pedig az MSMC nagyon erős és nagyon jó kis objektív átlövési képességekkel bír. A sebzése 40-től 18-ig terjed, ez a legerősebb submachine gun, és igazából nem is különbözik a PDV-től a találat mennyisége, mert 3-tól 6 találatig terítünk egy embert, és a fejes szorzója is 1,1-es, tehát 3 illetve 5-6 találat szükséges fejre, nem érdemes fejre célozni, csak mondjuk ha közel van az ellenfél, de testre is ugyancsak 3 találat szükséges. Az RPM-e 750-es, a PDV-vel egy szinten van, szerintem teljesen korrekt, így tökéletes. Rapid Fire-rel 920, nem érdemes rá Rapid Fire-t használni, mert 25%-kal csökken a range-e is, jobb a visszarugása, valami magasabb, nem lesz olyan jó ez a fegyver Rapid Fire-rel. Az MSMC kitűnő távolra, ugyanis az effektív range-e, tehát a 3 golyós hatótávolsága 12 méter, és ez a legmagasabb a submachine gunok között, és a 4 találatos hatótávolsága is iszonyat magas, 25 méter, tehát iszonyatosan lehet gyakni vele távolra is, és ezért egy gyors ölési idővel rendelkezik ez a fegyver. Tárkapacitása 30-as, és hát, mint mondottam a videó elején, ez lehet egy gyenge pontja a fegyvernek, de úgy érzem, hogy nem. Mert régi kód 4-ekbe, kód 5, stb. Ott is 30-as volt a tárkapacitás, ott is meg tudtunk egy embert ölni vele bőven, ha nem többet. És itt még van Extended Max kiegészítő, a régebbi kódokban még az sincs, tehát nem érzem problémának ezt a 30-as tárkapacitást. Az újratöltési ideje viszont picivel lassabb, 2,07 másodperc, illetve 2,75 másodperc között mozog, épp ez attól függ, hogy kiürült-e a tár, fel kell húzni a fegyvert, stb. Az elővételi sebessége 0,62 másodperc, elrakása pedig 0,32 másodperc, kicsivel lassabb a többi submachine gunoktól, de pár tized másodperc, vagy pár század másodperc észre se vesszük. A visszarugása minimális, illetve moderálható. Nem olyan minimális, de szerintem nem nagy. Távolra kell kicsit jobban pötyögtetni, de ez még így is tökéletes, főleg, hogy az Iron Sight-ja is egy álom. Nagyon jó. Szerintem egy nagyon jó fegyver, tényleg. Az ADS-e 0,22 másodperc, illetve a kizummalási ideje 0,20 másodperc. A késelési sebessége 1,12 másodperc, semmi extra. Illetve a futási sebessége 100%-os, megszokhattuk. Tehát összegezve, nagyon jó fegyver, amint láthatjuk a táblázatokból. És most meg is mutatom a klasszomat, hogy mivel használom, de igazából bármivel használhatjátok, mert mindennel nagyon jól szuperál, de tényleg, csak célozni kell vele, és egy álom, ajánlani tudom, nagyon jó fegyver. Én lézerszájttal, illetve stokkal használom, stokkal, kinek mi, de tényleg bármivel. Én még a suppressort is ajánlom ehhez a submachine gunhoz. Ha bármely más submachine-hoz raknék suppressort, nem olyan jól működne, mint ezzel. Tehát igazából én ezzel a fegyverrel szerettem a suppressort, vagyis a silencert használni. 5-7, semmilyen kiegészítővel, Flag Jeffy, Toughness, Dexterity, illetve Gránát. Ehhez nem használok semmi wildcardzot, nekem így jött be ez a fegyver. Flag Jacket-et én mindig használok, én tényleg szeretem, ha nem robbanok fel az első Claymore-ba mondjuk. Tehát én ezzel szeretem ezt az MSMC-t, de bármivel lehet használni, nagyon kis penge fegyver, és meg is nézem, mikor lesz már arany, vagyis kell megnézni C-vel, persze. Kell még 13 fejes,
És akkor elkezdhetem tolni a többi amót. Jó. Na, köszönöm a figyelmet, és ehhez ezután a kis személyes kitérő után kicsit beszéljünk a Vektorról. Hát ez nagyon szörnyű fegyver, de majd ezt a következő részben. Sziasztok!